Üdvözlünk a Vacsmozsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 10 Disney főgonosz különleges eredet történetét hoztuk el nektek. Have I ever told you how I got my scar? That's a very nice book. Just give me a hand. You see, I was once like you. Ebben a videóban olyan eredet történetekről lesz szó, amelyeket mi imádtunk végignézni. Egy biztos, ezekben a filmekben teljesen más szemszögből ismerhettük meg az ikonikus főgonoszokat. 10. Macó. Toy Story 3. Welcome to Sunnyside, folks. I'm Lotso Huggin' Bear, but please call me Lotso. Mégis hogyan lett egy eper illatú kislányoknak készült játék mackóból ikonikus gonosztevő? A Toy Story 3-ból megtudhatjuk. Whoa there, Missy. You're not going anywhere. Macó Daisy karácsonyi ajándékaként azonnal a kislány legjobb barátjává válik. Daisy loved us all, but Lotso was special. És szerencsétlenül alakult napon azonban Daisy elveszíti a játékmackót két másik játékkal, Kennel és Babillával együtt. She never came back. A játékok mindent megtesznek, hogy visszajussanak Daisyhez, de amikor odaérnek, Macónak azzal a szörnyű felismeréssel kell szembesülnie, hogy egyszerűen lecserélték. Miután megtudja a lesújtó hírt, Macó annyira kétségbe esik, hogy végül teljesen beszippantja a sötét oldal. Something changed that day inside Lotso. Something snapped. She replaced us. 9. Hú kapitány, Pán Péter. That cursed beast, like the taste of me so well, he's followed me ever since, licking his chops for the rest of me. Akik olvasták J.M. Barry eredeti regényét, vagy látták a színdarabot, azok már biztosan tudják, hogy Hook kapitány nem volt mindig az a gonosz kalóz, akit mindannyian ismerünk. Bár Barry soha nem mondja el, hogyan is került Hook Csodaországba, a Csodaország előtti életéről azért megtudhatunk némi információt. I am not a codfish! Hook a jó hírű Eton Egyetemre járt, és még az Oxfordot is elvégezte. Semmi nem volt neki fontosabb, mint a jó megjelenés. Élete azonban rosszra fordul, amikor találkozik Pán Péterrel, és egy krokodil leharapja a kezét. Ezután talán természetes, hogy egy teljesen más emberré válik. Most pedig már érthetjük, miért van állandóan Pán Péter nyomában. Did Pan show good form when he did this to me? 8. Hans. Jégvarázs. Oh, Anna. If only there was someone out there who loved you. A sok éves szenvedés után, amit a testvére és az apja okozott neki, Hans eldöntötte, hogy végre megszerzi a neki járó koronát. De 13-nak lenni az öröklési láncban nem volt teljesen kecsegtető ajánlat. As 13th in line in my own kingdom, I didn't stand a chance. I knew I'd have to marry into the throne somewhere. Hans ezért a szomszédos királyságra veti ki a hálóját, ahol éppen akkor koronázták meg Elzát, és a királynőnek nem voltak örökösei. Amikor azonban észrevette, hogy Elza testvérét könnyebb lenne elcsábítani, egy új tervet eszelt ki. But you, Hans, you are so desperate for love, you are willing to marry me just like that. Eldöntötte, hogy elveszi Annát, Elzát pedig megöli, hogy megszerezze a koronát. Szerencsére viszont ez a terv nem járt sikerrel. Hetedik, Zordon, oroszlán király. Have I ever told you how I got my scar? A Disney nagyon mélyen kidolgozta Zordon karakterét, és több filmben is kitér az oroszlán bukásának történetére. Az oroszlán őrségből megtudhatjuk, hogy vezetővé vált, de a hatalom a fejébe szállt, és az oroszlán őrség többi tagja ellen fordult. That's how I got my scar. A két testvér történetében pedig azt láthatjuk, hogy Zordon, akit ekkor még Takaként ismertek, féltékeny lesz, amikor a testvére Mufasa került trónra helyette. Well, I was first in line until the little hairball was born. That hairball is my son and your future king. Oh, I shall practice my curtsy. Meggyőzi a hiénákat, hogy rombolják le Mufasa hírnevét azzal, hogy egy bivajt uszítanak a király ellen. De végül Take az, aki veszélybe kerül, és megszerzi híressé vált sepphelyét. Ettől kezdve Zordonként válik ismerté, a sorsdöntő nap emléke pedig soha többé nem hagyja nyugodni. Hatodik, Claude Frollo bíró, a Notre Dame-i toronyőr. A Disney tökéletesen összefoglalta a Victor Hugo hosszadalmas regényét, és egyben elhozta nekünk a gonosztevő eredet történetét is. A baby?
a monster. Hugo regényében kiderül, hogy Frollo egy árva gyermek volt, akire alkoholista testvére vigyázott. Később, amikor felnő, befogadja Quasimodót, mert felelősnek érzi magát azért, hogy a kisfiú is árvaként végezte. Egy elismert tanítóvá válik, de egyedül él, mert nem akarja, hogy bárki is elcsavarja a fejét, és őszintén szólva, kicsit fél is a nőktől. Ahogy azonban Esmeralda megjelenik, minden félelme elszáll, és menthetetlenül beleszeret a csinos lányba. Be mine or you. Biztosak vagyunk benne, hogy ez egy gyerekeknek szóló történet? I'm losing to a bird. 5. Szörnyella de Frász. 101 kiskutya. Cruella de Vil, if she doesn't scare you, no evil thing will. A Disney történet és Dodie Smith regénye is megmutatja, hogy Szörnyella már tényleg nagyon fiatalon kiérdemelte a nevét. Anita, darling, how are you? Miserable darling is usual, perfectly wretched. A könyvben Mrs. Dearley, azaz Anita, ahogy a meséből ismerhetjük, visszaemlékszik a gyerekkorára és egy borzalmas osztálytársára is, aki nem más volt, mint Szörnyella de Frász. Szörnyellának már akkor is fekete-fehér haja volt, és arról volt ismert, hogy állandóan furcsa dolgokat evett. Drop that, you horrid little scribbler. Felnőttként hozzáment egy szörmekészítőhöz, de nekünk valami azt súgja, hogy ezt nem feltétlen szerelemből tette. Oh, that was a flabbergast. Did you know I'm not mother material? 4. Jafar. Aladdin. At last, after all my years of searching, the Cave of Wonders. Cave of Wonders? Jafar karakterét úgy alkották meg, hogy három különböző karaktert is összevontak az eredeti Aladdin történetekből. Egy varázslót, Jafar testvérét és egy muszlim tisztet, aki hozzá akart adni a fiát a hercegnőhöz. Jafar, my most trusted advisor. Lehet, hogy nem vettétek észre, de Jafarban és Aladdinban több közös van, mint azt elsőre gondolnánk. People like us must be realistic. Us. You see, I was once like you. A common thief. Mindketten szegénységben nőttek fel és utcagyerekek voltak, de mindketten érezték, hogy ennél többre vágynak és sokkal többre hivatottak. Steal an apple and you're a thief. Steal a kingdom and you're a statesman. A sorsuk végül teljesen más irányt vesz, és amíg Aladdin kiteljesíti önmagát, Jafar keserűsége átveszi az irányítást, és felemészti a férfi egész világát. If you won't bow before a sultan, then you will cower before a sorcerer! 3. Hades. Herkules. So Hades, you finally made it. How are things in the underworld? Well, they're just fine, you know, a little dark, a little gloomy, and as always, hey, full of dead people, what are you gonna do? Bár tény, hogy imádjuk James Woods Hadesának száraz humorát, az istenség a görög mitológiában azért közel sem volt annyira gonosz, mint ahogy azt a Herkulesben ábrázolták. Hades és a testvére sorsot húztak, hogy eldöntsék, ki fogja uralni az alvilágot, és úgy alakult, hogy Hades húzta a rövidebbet. Sokan igazságos vezetőnek írták le, annak ellenére, hogy igazából soha nem is akart az alvilág uralkodója lenni. But unlike you gods lounging about up here, I regrettably have a full-time gig that you, by the way, so charitably bestowed on me, Zeus. Egy biztos, a Disney nagyon eltalálta ezt a karaktert. Hades a klasszikus mesében ezerszer viccesebb és emlékezetesebb, mint az eredeti könyvekben. 2. Demona. Demona. Seize that creature! Stand back, you fool! Demona történetét már sokféleképpen feldolgozták, és a legtöbb adaptációban a gonosz, féltékeny nő szerepében jelenik meg. Az élőszereplős filmben azonban egy új szemszögből ismerhetjük meg Demona karakterét. A film elmossa a határvonalat jó és rossz között, mert a fiatal Demona, annak ellenére, hogy megveti az embereket, a történet során mégis egy ember fiúba, Stefánba szeret bele. He told her it was true love's kiss. But it was not to be. Később Stefan lehetőséget kap arra, hogy uralkodhasson. Ezért elárulja Demonát és levágja a nő szárnyait. Az érzelmi és fizikai fájdalom megviseli a nőt, ezért a bosszú reményében sereget toboroz magának Murs lakói között. A film végén pedig már nem is vagyunk olyan biztosak benne, hogy ki is az igazi gonosztevő a történetben. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. 1. Ursula, a kis hableány. Ez a karakter meglepően keveset jelenik meg a kis hableány mesefilm adaptációjában. Ursula háttérsztória pedig teljesen kimaradt a Disney történetből.
In my day, we had fantastical feasts when I lived in the palace. Szerencsére viszont pont ezt a történetet meséli el nekünk a Broadway színdarab. Ebben a feldolgozásban kiderül, hogy Ursula és Triton valójában testvérek, akiknek együtt kellett volna uralkodniuk. A darab egyik betétdala összefoglalja, hogy a két testvér korábban jó barátok voltak, Ursula azonban elkezdett sötét varázslatokat használni, ezért Triton száműzte őt a palotából. Na és van olyan főgonosz, akiről megváltozott a véleményetek ezután a lista után? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!